Azt gondolom, srácok, erre a videóra ennyit. Picit egyébként langyos lett. Lesz még erről egy videó. Ugye az a helyzet, hogy én nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, az erősítőköz se hülye vagyok már javítás terén. Ezért, ha meg is javítódik, valószínű nem én leszek ennek a mestere, hanem Ekopityu. Gemini! 4000 watt! XGA 4000-es! Erősítő az asztalon, már láthattátok ezt az erősítőt. Dani Pityunál a Retromania csatornán. Elhozta hozzám, én lebeszéltem arról, hogy ő próbálkozzon meg vele, bár ki tudja, hogy jól tettem-e. Kivettem a két végfokot, mert hát kell összehasonlítás véget, mert az egyik oldaltán működik, a másik, amikor lehúzta, ugye eleve a működőképes is csak akkor szólalt meg, amikor az állatosat lehúzta, és ott van a két panel kivéve, mindjárt megmutatom. A hibás oldalról egyértelműen már egy zárlatos tranzisztor levett, de van még kettő benne, úgyhogy a négyből három meghalódott. És mindjárt mutatom, hogy még miket mértem rajta, ugyanis ez a jó oldal, ez meg a rossz, és hogy miért. Ijesztő a dolog, mert egy az, hogy már levett róla egy ellenállás, de szerencsére a másikról tudom, hogy mekkorát, de full SMD az egész, de így is, hogy is szét kell szedni, méghozzá megmondom, hogy miért. Ha csak végtranzisztor cserékről lenne szó, szervizbarátnak mondható lehetne a cucc, mert egy oldalról hozzáférhető, innen kiforrasztod, kiveszed oldalra a tranzisztort és rakhatnád bele a másikat. Csak hogy nem csak ennyi a baj, tehát az SMD ellenállás egyébként egy 100 ohm, a másikon ott van a 101 feliratú SMD, ugye az 10 plusz mögötte egy nulla, tehát az 100 ohmos, és nem tartok ekkorákat SMD-ben, én már itt leeltem is egyet, úgyhogy van mit belerakni ugyanabban a teljesítményben, meg attól sem riadnék vissza, hogy mezei lábas alkatrészt odaforrasztak, mert bőven odafér. Na mindegy, eleve elkezdtem méregetni, és azon túl, hogy nem ezen az oldalon is, mindenki mindenhova is sipolós. Na most az emitterek, mivel ez is csak egy mezei emitter követős, az emitterek, hát amikor néztem, hogy ez ezzel nem nagyon sipol, ám de itt a tápunk, hogy plusz-minusz test, és ez a kimenet lenne. A kimenethez a felső tranzisztorok emittere, persze a kivett is, tehát az már nincs benne a tranzisztor, de attól a vezetősáv oda, az egyértelműen szépen sipol, tehát ez a két ellenállás jó. Ezeknek az emittere viszont, hát, ilyen kilóohmos valami, úgyhogy ez a két kocka cukor meg kaki. Úgyhogy nem csak az SMD ellenállásunk döglött, a meghajtó tranzisztorokat mértem nem zárlatosak, ami nem jelenti azt, hogy jók, de nem zárlatosak. Na most mikroszkóp alatt így is át kell néznem az egészet, de ahhoz, hogy ezeket az ellenállásokat cseréljem, így is úgyis ki kell venni a panelt, úgyhogy nem úsztam meg, le kell csavaroznom róla a megmaradt alkatrészeket, ez a hőleoldó is úgy látszik, hogy még jó. Itt bele van ragasztva egy ilyen hőérzékelő, azt majd valahogy onnan kiszedem a kocsba. Hát sajnos máshogy nem lehet hozzáférni hozzá a két ellenálláshoz, és felülről meg nem lehet megszerelni, mert két oldalas a nyák, és hát nem egyszerű így, de mindegy, legalább nem nagy. Tehát azért nem mondható nagynak ez a kis bordán, ez a négy vég tranzisztor. 200 wattot satszoltam neki, amikor ott a kommentekben ott kérdezte, hogy vajon mekkora lehet a teljesítménye, hogy a 4000-nél annyi nullát nem raktak, csak 400 lett volna szerintem, és akkor kétszer 200 watton már odaírhatja, hogy 400 watt, de a 4000-től egy kicsit távol állt, tehát csak egy nullát rakott rá a marketinges megint pluszba. Úgyhogy két pár tranzisztorral a 200 watt kijöhet belőle. A trafója az olyan, ahogy néztem, meg ilyen felirata is van, hogy valami nem tudom mi 500, hát az 500 voltampert satszoltam is volna annak a toroidnak úgy méret alapján. A húzal vastagságot nem nagyon lehet látni. Feszültséget talán 2x43 volt váltó, azt nem is számoltam ki egyébként, hogy arról mennyi lesz, de olyan 60 voltra satszolok, 43x1,41. Az, igen, az kerek 60 volt, tehát plusz-minusz 60 voltról, hát a 4 ohmon a 200 röhögve kijön, és hát még akár több is jöhetne, de akár 250 ilyen éppen-éppen be, de azt már jó, be fogjuk mérni, tehát ez egy olyan erőstől lesz, amit én elkezdek majd nyüstölni, tehát ott most pontot teszünk majd a végére, hogy ez a Gemini 4000 wattos erősítő valójában mit tudhat, úgyhogy be fogjuk mérni egyszer a két csatornát terhelve, természetesen nem leválasztóból, hanem majd
erős hálózati feszültségről ellátva, hogy stabilan tényleg mit tudhat, mennyire esik a tápfesz, tehát ezeket most legalább látni fogjátok ti is, hogy ilyenkor a tápegység mennyire hullik össze, mennyi feszültséget veszít a üres járatihoz képest. Tehát most, hogyha be is áll a tápunk 260 voltra, amikor csumára terhelem és már torzítja a tetejét a jelnek, akkor mennyire esik a tápfeszültségünk és hálózatból, és mennyi a valós teljesítmény, ami négy ilyen végtranzisztorral ki tud belőle jönni, ami mellesleg 2SC5198, meg 2SA1941, és szerencsére nekem van is. Tehát ezek között itt a Sunken tranyóim között van ilyen tranzisztorom, úgyhogy tudok belerakni. Meg lesz javítva mindenképpen az erősítője a Dani Pityunak. Nem fogom egyelőre a gyári tápjába visszakötni, hanem a szimmetrikus tápegységemről fogom majd, ha mindent kicseréltem rajta, ami mérve is kaki, akkor majd onnan szépen tápegységről megtáplálom, és hogyha beáll a kimenet, esetleg még hozzáérek a bemenethez, beereg is, akkor már rámerem majd kötni a 260 voltra, de addig is le kell a hűtőboldáról szedjem, és az ellenállásokat mindenképpen cserélnem, nem kell, meg be kell rakjam az új tranzisztort, ki kell szedjem a rossz tranzisztorokat, úgyhogy van mit csinálni rajta, ahhoz képest, hogy nem egy nagy panel, nem egy nagy borda, de dupla ventilátor van, tehát előtte, mögötte hűtő van, az, hogy szellőztetve van, 5 darab csavarral van lecsavarozva, kíváncsi vagyok, hogy mit tud majd a végén, lássuk. Sajnos nem úsztuk meg, tehát a 4-ből 3 az egyértelműen mindenki mindenhova, és nem véletlenül döglött meg a 100 ohmos sem, mert az a bázis emitter összehúzó alap ellenállás, ami rajta van a bázis emitteren. A felső az jó, az ott van az ép, tehát az ott az a 100 az megvan. Érintkezzél, ott van 94, és ez van a bázis és az emitterünk, a maradék egy szál jó tranzisztor bázis és emitterek között. Ugye emide semmi nincs, tehát itt a bázis emitter között nincs, mert hogy ez itt ki van szedve, az a szép ellenállás. Na most nézte Dani Pityu, hogy nincs is bekötve a középső lába a felsőnek, amit őt kiszedett, persze, alulról van bekötve. Tehát két oldalas nyák, itt alul vannak összekötve a kollektorok, úgy megy a tápra. Egyértelműen itt is úgy megy a tápra. Úgyhogy be volt az kötve, csak a mod túloldalról. Hát ez két oldalas nyák, így járt. Nos, most az lesz, akkor ellenállásokat még kiszedem. Tranyacsere, beállítás, azt már a helyén fogom bekötni, meg beforrasztani, mert ugye látnom kell, hogy meddig lóg a láb. Úgyhogy azt ott kell, meg végigméregetem, hogy mikroszkópot látok-e rajta még rossz alkatrészt, a 100 ohmot kicseréljük, és meg ezeket a tranzisztorokat is meg kell mérjem, de ez a közvetlen meghajtója, tehát ez itt a BIOS tranzisztor, ez a hőmérséklet beállításért felelős, a nyugalmi áramért, ezek pedig ugye a közvetlen meghajtói, azok elvileg így mérve hidegen jónak tűnnek, az ellenállások ugye nem érték túl, azok választották le, nem volt biszti, és majd azt is megnézzük, szerintem egy szál biszti van az egészben megint csak. Úgyhogy nem úgy, mint én a nagyban, hogy raktam még csatornánként egyet, meg Primeroldalba is volt, minden. Mindegy, hát régen mi úgy csináltuk, vigyáztunk a cuccra. Na mindegy, ellenállások kicserélésre kerülnek, aztán mehet össze új tranyókkal, megnézzük, működni fog-e. Annyira nem örömteli a hangulat. A védelem tranzisztora, ahogy néztem, sípol, bázis emitter között, meg az egyik ilyen nagyot is most itt írtam rám, értem, nem nagyot, nagyon meghajtott, és nem ez, hanem akkor a másik. Hát ez sipolós, úgyhogy ez nem. Ha ment az visszafele is, megnézem, hogy meddig. Hát ez mindenhova. Nem, oda nem, jó van. De van hova, ha mindjárt nézem, egyáltalán van-e bármilyen rajz is erről a valamiről. Csak van itt egy panel szám is, talán az is segít. Mert ilyenkor végig kell nem mérni, mert azért tud az lavinaszerűen visszafele menni rendesen. Jó, hát itt ez a tranzisztor, ez a másikon nem sípol. Tehát ezért jó, ha kettő van, mert ki tudja, milyen kapcsolat van egymás közt egy SMD panelen két oldalon a alkatrészek között, de MSM például ez a kis tranzisztor, ez abszolút gyönyörűen tranzisztornak látszik. Ez a belső meg... Ez sípol, viszont akkor az... Lehet, hogy nem baj. Az jó, akkor nem ment vissza meghajtásig. Az viszont a kicsi, az valószínűleg a védelemnek a tranzisztora, mert az van ott egy az egybe a mérőellenálláson, a emitter ellenálláson. Úgyhogy ez itt nem tudom, mit csinálhat. Jó, hát akkor az ott nem, azt nem bántjuk. A kicsit viszont azt viszont be tudom itt mérni, hogy
NPM vagy PMB, azt rakunk helyette valami olyat, ami tuti jó oda. Melyik a bázisod? Ez a bázisa, nem? Na most SMD-t nem szeretjük szedegetni, jó. Ez egy NPM tranya, jó van. Nagyon úgy néz ki. Erre semmi, így van. Igen. Hopp, ez nem én voltam. Vagy nem a tranzisztor volt. Az egy NPN tranzisztor, így van, és az a bázisa. Jó, oké. Okay. Kerítünk ide egy jófajta NPN-t, majd a másikba. Hogy itt ilyen 700 millivolt körül itt mérjünk majd, és nem sípot. Úgyhogy még azt is cserélnem kell, jaj, de jó nekem. Nem baj, ott a döglött a környék, ennyi. És a kis tranzisztorunk így már nincs a helyén, így már egyetlen megmérhető, mert nincs rajta párzonosan senki. Ha így is sipolós, ne menekülj már. Hát az sipolós. Akárhogy is néz ki, az így is sipolós bázis emitterbe. Csak menekül a tranzisztor. Úgyhogy ez a tranya valóban zálatos. És ha helyre bemérek, itt már semmi nincs. Tökéletes, úgyhogy azt ott ki kell cserélni. Nos, csereanyag a helyén le is mostam. Igen, az a 100 ohmos nyugi érintkezik. Ott a tranya cserém, ezt mindezt. Ezzel természetesen. Meg hát, mikroszkóp alatt könnyű. Úgyhogy lehet azt a 100 ohmosat még egy kicsit erről mególozom, mert az nem teljesen jól érintkezik, erről azért jobb. Úgyhogy ez megvolt, mert be van nagy tranzisztoros, csak el a végmérem, azért van itt még a környéken egy-két alkatrész, a másik elnásnál van még egy dióda, azt is meg kell nézni, úgyhogy van mit végvizsgálni ilyenkor. Na igen, így már egy kicsit jobban érintkezik, és persze, hogy a egyik bázis elnásunk az kakukkot ki van égve, 3,3 ohm, majd nézem, másikat majd mindjárt elnőrzöm, mert ez is megy. Az is kakuk, az is ott van kirobbanva. Nagyon jó, lehet 3,3 ohmosat is keresni. Fú! Múltkor kaptam egy nagy rakás SMD-t egy jó akaromtól, de hát nincs köztük, csak 10 ohm az a legkisebb, úgyhogy szerintem csak túrok ide valamit, mert az meg sok lesz ide. Még jó, hogy vannak ilyen bontott paneljaim, kisebb tűréssel, de megoldva. No, pillanatpálkával nem is lett a rossz. Ezek az ellenállások egyébként védelmet szolgálnak ismét. A másik ez egy kicsit csálébb lett, de érintkezik. Tehát ezek égnek ki, hogyha baj van, mert hát az emitter ellenállásokon keresztül lehet, hogy le vannak egymástól választva, de aki a gyorsabb, hát itt mindenki, mivel fullzárladva ment a tranzisztor, mind a kettő, mindenki kiégett. Tehát a kis 3,3 ohmosok, amiket most 4,7-et raktam, 20% tűrésbe belefér egyébként, az mi? Az jó van, az sokkal jobb kérdés. Hát ott van, hogy 2K7. Ja, amúgy ott van mellett egy gyengébb kedvéért, egy 3,3 ohm kell, de nem is olyan rossz ez a masina innentől kezdve, mert azért fel van tüntetve mindenhol. Na hát itt van például egy 1 watt 100 ohm, hát az megkapta az a tranzisztor, meg valami 55-51, az nem tudom mi lehetett, de én nem azt raktam bele, kapott egy NPN, ilyen 50 voltos fél amperes, bőven elég lesz mindenre is, úgyhogy ilyen legy gyerekek, szerintem nem rossz. Jó, akkor rakjuk be a végtranzisztorokat, még méregetek egy-kettőt a környéken, hát ha találok valami rosszat, de nem hiszem, hogy lesz, és akkor kész is van, lehet összepakolni. Most látom, hogy a gyári 100 ohmunk az lehet, hogy el van recsenve, és lehet ezt csinálta az egésznek a hibáját vajon? Nézzetek meg, az ott el van repedve egyértelműen, az ott szerintem nem is érintkezik a forrasztásra, nem baj, ezt átónozzuk. Ez se okozzon ezentúl problémát, tehát ez a másik 100 ohmos, az enyém az itt van valahol. Hol vagy? Hát nem is olyan szép a beforrasztás, főleg ez a felső, de legalább érintkezik. Nem, annak kell egy kis folyasztószer, lehet azt még szépítem, de ez itt egyértelműen hol vagy. Ez nem szép, és ez gyári forrasztás. Na, van mit csinálni. Az alsó az szebb lett, és tuti, hogy érintkezik innentől kezdve, a felső az... A szebb nem lett, de az is legalább tuti érintkezik. Ja. Toshiba 2S1941 és Toshiba 2SC5198, még talán eredetiek is. Nos, ezek mennek bele oda. És végre helyükön lesznek, és arra lesznek használva, amire jók. Nem csak úgy tárolgatom őket,
Na, nézzük szó levele. Sanken és Toshiba tranyók mindig ilyen jó hosszú lábúak. Egyébként ugyanaz a tokozás, mintha csak tesók lennének. Valószínűleg ugyanott is készültek, reméljük. Ez pazarlás, ekkor a lábat le kell majd vágjak, de mindegy. Mindenki visszakerült a helyére. Trúgy már kijött a rúlat, tehát eleget kentem alá. Nem tudom sokszor miért kell annyira sokat kenni alá, hogy mellette is minden olyan legyen. De hát ez más kérdés, hogy valaki pazarolja meg másnak. Másnak gondot okoz, hogy mindent össze-vissza ken vele. No, beforrasztom, aztán kipróbáljuk arról a tápról. No, lássuk a csodát és a medvét. Szóval szépen beforrasztottam őket alulról, fölülről, mert hát a kitört lábú az ráadásul pont annak a kollektora ez, az csak emelről érintkezik, meg emelről van egyébként körbevezetve is. Úgyhogy ilyenkor kell végigmérni, hogy mindenki mindenkivel érintkezik-e. Tehát ugye a tápra föl kell jusson a tranzisztoroknak a kollektora, ezt akár mérhetjük így is egyben a tranzisztoron. Ez ott van, egyébként ha már a kettő együtt ott van, akkor ott van. Két bázis, ha köze van egymáshoz 10 ohmnyival, hát 7, mert akkor ez a 3,3-as ez az eredeti, így van. És az emittereknek is közük van egymáshoz, nagyon jó, és az emittereknek még köze van a kimenethez is. Tökéletes, emezd meg, ugye a kollektoroknak egymáshoz közük van, igen, plusz a táp, másik táp, nagyon jó. Az emittereik, az ez, köze van egymáshoz, és a kimenethez is köze van, és a két bázis közt lennie kell nálam 10-nek. 9-10, ott van. Jó, szuper, érintkezik mindenki. Jó, sikerült a bordához, meg senkinek nem szólt, hogy közel legyen. Borda, se ez a táv, se ez a... Hoppá, 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 hoppá. Na, itt derülnek ki a túlpisságok. Itt egy plusz táp hozzáér. 25 millivolttal. Az pedig valaki hozzáér, akkor lehet, hogy a csillámot átszúrta, ilyesmi, ezt meg kell mindig nézni. Bordához senkinek ne legyen köze. GND-nek nincs, kimenetnek nincs. Az ott valamelyik kollektor. Bármelyik, amelyik ezen az ágon van, ugye? Itt van, tehát valamelyik kollektorunk a bordához. Na, azt melyik? Na, ilyenkor lehet egyesével kicsavarni a csavart, és kicsit megemelni a tranyát, azt akkor vagy jó, vagy nem jó. És igen, már nincs. Tehát ez a kis meghajtó, hát pedig nem tudom, hogy ért az hozzá, mert szigetelőgyűrűs megoldás, tehát ő szigetelőgyűrűn keresztül van lefogatva, jobb esetben nem ér hozzá, csak lehet, hogy a szigetelőgyűrűje már igencsak el van marva, így van. Úgyhogy itt ennek például a szigetelőgyűrűt kell cserélni, mert szét van nyomva, és így hozzáért a csavar a hűtő zászlóhoz, és hát ez a szigetelőgyűrű, ez már kuka. Na, ilyenkor veszünk elő másikat, és mivel bontottunk egy csomó PC tápot, ezért van is a csillámos. Azt hiszem, ez a csillámos. Van néhány szigetelő lapocskám meg. Na, itt van egy zsáknyi szigetelő gyűrű csavarral együtt, csak persze nem ezeket a csavarokat használjuk fel, hanem azt a hármasat. Úgyhogy ezért kell PC tápot bontani, múltkor pont bontottam hármat. Úgyhogy az ilyenkor kapóra jön. Na, ez még jobban is ment bele, valószínűleg jobb ez a szigetelő gyűrű, mint a gyária. Hát ezeket elrőzni kell, mert aztán baj lesz belőle. Itt, ha nem pattan a helyére ráadásul, hanem a csavar húzza be, akkor ugyancsak szétmarhatja. Ez most szerintem a helyén van. Ugye ki fog derülni, mert meg fogom húzni a csavart, hogy azért szorítsa azt a meghajtó tranyót is. Jó, tökéletes, már kiugrik belőle a csavarhúzó, akkor jó. Na. És jó, és jó, és jó, és jó, és jó, és jó, és jó. Ehhez se. Ugye a meghajtó az, ugye, mint mondtam, a kollektora ugyanaz mindenkinek, mert hogy végig emitter követős. Jó, na, innentől kezdve már itt vagyunk a bordán, a bordához sípol, viszont egyik táp, másik táp, GND, kimenet, senki. Szuper! Senkivel nem sípol senki, most lehet rákötni a tápot. Nem művelti erősítős, tehát egy ilyen, szerintem egy plusz-minusz 20 voltról már el kell induljon egyébként. Tehát a munkapontok azok valóban a megfelelő nyugalmi áram majd ott fog kialakulni, amikor megkapja 60 voltot, de max egy ilyen minimális B-osztályi torzítása, ennek már ilyen 20 voltról is el kell valószínűleg indulnia és szólnia kell. Most itt a maréknyi alkatrészünk már megint, ami
kuka lett, jó, és erre lesznek jók ezek a vékony csipeszes madzagok, mert ezeken legalább nagy áram nem tud folyni. Na most ez két teljesen független táprész itt nekem a tápomban, és akkor szépen itt a pluszt a minusztal összeköthetem, és lesz egy pluszunk, de azt már izzón keresztül, és 24 voltig az állat ellen is, vagy 28 voltig az állat ellen is, jó vagyok ezzel a 24 voltos izzóval, mert ugye ezek 28 voltig jók. Tehát addig használhatóak, mert hogyha a gépjárműben vannak, ott ugye 28-8-al tölthet a masina, és azt bírnia kell. Tehát olyan 28-8-29-ig igazából jók vagyunk, és ezzel az izzóval meg lehet védeni gyönyörűen a táplálandót. Ez itt az áramkorlát, ez a tápom nem áramkorlátos, tud áramot mérni, de nem áramkorlátos. Majd egyszer rakok-e bele valami áramkorlátosat. De egyelőre nem volt rá szükségem szimmetrikusba. Na most a pluszom lejön akkor pirossal. Sok is lesz a kábel. Jó, a sárga lesz most esetünkben a... Vagy legyen zöld a test. Sárga majd a kimenet lesz. Ez a test. A test lejön az összekötésből. Ha érintkezni fog. Belefér egyáltalán. Nem biztos. Jó. Ez a test. Van egy pluszunk. És a mínusz, de jó, a mínusz, az meg a fehér. Kész. Mínusz lesz a fehér, mert nincs kék. De csak azért. És akkor a pirosak nem is kellnek, a sárga az majd a kimenet lesz, de akkor annak lopok még egy más szín. Csak van fekete is, nem baj. Még innen valahogy lehozzuk a testet is. Hangszóró számára. Na most nem egyből kötjük persze majd rá a hangszórót se. Lehet nem is kellett volna kábel ilyen. Mert nekem van olyan csatlakozóm, ami csipeszes eleve. Tehát erre megmérem majd a kimenetet. Ha úgy látom, hogy nem vesz nagy áramot, semmi extra nincs. Meg lehet mérni ugye, hogy kimenetem van-e DC. Ha nincs DC, akkor rámerjük kötni a hangfalat. Jó. Oké, az a plusz, ez a mínuszunk, a zöld a test, hát inkább közelebb hozom, jó, oké, nézzünk egy műszert, a műszer pont nincs benne a képben, de így benn van, a műszer ugyancsak rá kéne menjen a testre, de azt majd innen lopok egyet, jó. És akkor most jó, megnézzük, hogy mit csinálunk. Először megnézzük, hogy van-e tápunk. Fekete az is test. Az viszont kell a kimenetnek. Jó, az a kimenet testje lesz. Vagy hogy legyünk klasszikusak, a fehér a mínusz, és ez a zöld, ez lesz a kimeneti test. Nem tudom miért, de az jön, hogy legyen fekete már itt, mert csak bezavar. Jó, a kimenetnek nem kell a sárga. Jó, a kimenetet innen fogom rá csatlakoztatni. Jó, tehát előbb mérünk egy tápot, fekete, igen, és a fehér. Na most nekem kell majd egy szimmetrikus tápnak lennie, most éppen kezdjük 20 volt a ott körül. Jó, klatty. Na most a műszer szerint nézzük, mi lesz itt. Itt a testen 0 volt, itt van egy plusz 21,4, remélem, hogy látszik, és van egy mínusz 20-unk. Jó, kikapcs. Most ezt ide jó bekötöm. Test az a harmadik. Jó lett volna valamit csatlakozót keríteni rá, mert ez így izgalmas, jó? Plusz és mínusz. Nem tudom. Van nekem ilyen csatlakozóm? Lehet, hogy van ilyen csatlakozóm egyébként. Mert hasonló tápcsatlakozással dolgoztam én már. Ugyanígy négy pólusúval. Nézzétek csak, min van, hátra rámegy. Van egy ilyenem. Ezért kell mindenféle dugót elrakni kábelestől. Persze a színek nem lesznek úgy, ahogy az kéne, hogy legyen, de ez itt pont mindjárt jó, rá is megy, és rajta van. Szuper, van kábelünk, van csatlakozónk. Jó, ez lesz a mínusz. Hát most a piros a mínusz, nem baj. Mínusz WCC, az a fehér. Szuper!
Plusz WCC a fekete, mert szabályos. Jó. Igen, ez a következő narancsárga lesz a GND. Ez a monitornak voltam, hogy a tápcsatlakozója. És ez meg már a kimenetünk, de ezt majd mérni fogom előbb. Na most izzón keresztül jók vagyunk, ha bármi zárlat van, akkor az izzó világítani fog. Na nézzük a 2x20-ról mit csinál. Hú, láttátok? Pont nem látjátok? Pont folyik keresztbe az egészen az áram. Ez nem jó. Minusz, plusz. Meg minden jól van kötve. Magyarul telibe zárlat van, nem zárlat, kinyitnak a tranzisztorok, olyan áram folyik, hogy csak na. Na most ez bármi lehet. Bármi lehet. Na most ilyenkor kezdjük azzal, hogy szakaszoljuk őket. Na most ha a alsó-felső, ez nem is kell, alsó-felső emitter követőnknek a bázisai között jó nagy feszültség van, például 1,5-2 volt minimum, akkor egyértelműen teliben nyitva vannak a tranzisztorok. Na most itt van egy bázis, meg itt is van egy bázis, hát ha bele tudok mérni, ne érintkezzél meg. Ott van 2 volt. 2 volt ott van rajta, magyarul tranzisztoronként 1, tehát az tökre ki van nyitva. Na most már, ha én azokat összezárom, csinálok egy full B-osztályt, tehát ennek a bázisától átjövök ide, na, és ezt a bázist összezárom, akkor nem tudja kinyitni a tranzisztort. Folyik majd valóval az áram, de nem tudja kinyitni a tranzisztort. Felkapcsolom és nem jó. Hoppá, hoppá, akkor más a baj. Na jöjj, ez a bázis, az a bázis. Ja. Jó. Bázis, bázis. Ja. És folyik az áram. Hoppá. Pedig én elvileg a bázisokat összekötöm. Na, azt akkor miért folyik az áram? Na, itt lesz az izgalmas. Gyerekek, pedig az elvileg össze van kötve, onnantól kezdve nincs a bázisban semmi. Feszültségkülönbség, de mindjárt rámérek így is, mert most le van elvileg. Elvileg most le lenne zárva. Jó, persze folyhat máshol is az áram, de nem tudjuk, hogy hol. Itt egy bázis. Itt egy bázis. Nincs közt a feszültség, ez jó. Emennél. Elvileg párzamosan vannak, nem kéne, hogy itt legyen. Hoppá, az, aki van nyitva. De miért? Hát elvileg össze vannak kötve. Bázisilag. Nézzük csak. Vannak anomáliák, na nézzük. Jó, bázis, bázis. Elvileg jó. Jó. Mutasd. Ha? Ja, ez nem az, ez a bázis, bocs. Jó, és akkor bázis meg a kollektor. 500 valami. 500 valami. Bázis, kollektor, 1,4. 1,4, mintha valami húzná. Na jó, akkor ez így is érdekes. Jaj, várjatok, már elrontottam. Nem rontottam el. Na jó, akkor zárjuk le ezt. Ez a bázis. Meg ez a bázis. Akkor is folyik az áram. Hú, van baj. Itt egy bázis. Ilyenkor kéne a pedálom. Pedállal lehetne azt kapcsolni, mekkora jó lenne, lenne egy harmadik kezem, vagy lábom. Ja. Jó, 200 volt elég. Na. Nézzük a bázisok közt, nem ide mennyi van. Most nem szabad lenni, mert összezártam. Nincs is, de mégis folyik az áram. Most nekem ezek közt lesz, de ez anomália, mert le kéne, hogy össze kéne, hogy zárja még a 10 ohmon túl is. Na, és ott van 2 volt. De hogy lehet ott 2 volt, ha ide meg össze van zárva? És elvileg azok ott mennek így. Tűha! Na, nézzük, ez itt. Össze van kötve, és ennek a emitterére megy, ami ez. Igen.
ennek az emitterre, akkor viszont lezárom azt a tranzisztort, az hol érdekel engem. Jó, akkor zárjuk le ezt a tranyót. Egy emitter, meg ide is van egy emitterünk. BCE. Nézzük, ha ezt a két meghajtót zárom össze. Csak csinál jót. Hát csak folyik az áram. Hát ilyen nincs. Ja. Egy bázis. Még egy bázis. Van köztük most is 07. 08. Hol folyik az áram? Hát már nincsenek nyitva a végtranzisztorok. Nézzük csak. Ilyenkor lehetne azt is csinálni, hogy leveszem a hűtőbordára. Nézzük, hogy kimelegszik. Ennyi idő alatt. Na. Nézzük, ez a tranyó nyitva van. 05, 04, nem, ez nincs nyitva. 03. Ez a tranyó. 04, 03. Az biztos nincs nyitva. 04. Ez nincs nyitva. Na azt akkor hol folyik az áram? Na itt a kérdés, gyerekek, ilyenkor jön a durvaság, hogy ki vezeti most ennyire a meghajtókon, csak nem folyik áram, hogy így világítson nekem a hány wattos? 50 wattos, 24 wattos izzópár. Ez a mínusz, mínusz WCC. Plusz, plusz WCC. Jó helyre dugtam? Jó helyre dugtam. Hát ez nem igaz. GND az GND. És folyik az áram keresztbe az egészen. Valaki nem jó. De ki nem jó. Ki van még a bazákba? Van két dióda védeni, de azok mérésügyileg jók. Tehát a kimenetet tudjátok, a kimenet és a táp, plusz táp, meg a kimenet és a mínusz táp közé raktak ilyen védődiódát. De akkor nem a végtranyokon folyik az áram. Láthatjátok, le vannak zárva a végtranyok, és mégis folyik a nagy áram. Na akkor most hova folyik az az áram? Jön az anomália, nem tudom, ez most Dani Pityó maga akarta megjavítani. Mondtam neki, hogy inkább ne. Hát, lehet jobban járt. Na nézzük a plusz táp és a kimenet. Ebbe az irányba semmi, ebbe az irányba dióda. Minusz táp és a kimenet, ebbe az irányba dióda, ebbe az irányba semmi. Tehát ott nem lehet baj. Ha jól kötöm be, és úgy kötöm be, ott a mínusz WCC, plusz WCC, GND, és a out. Hát, akkor hol folyik az áram? Na most nézzük már meg azt, hogy a meghajtó tranyók, ugye, azoknak az emittere van általában a bázisán a végtranzisztornak. Emittere a bázisán, így van, 4 ohm. 4 ohm, kollektora ugyanaz, igen, és a bázisa meg megy erre a kis nyugalmi áramosra. Most ennek itt a bázisa, az jön ennek a, vagy a kollektorára, vagy az emitterére, ez az emittere. Hát itt van 177 ohm, nem tudom, kollektora meg akkor nem ide kell, hogy jöjjön ennek a bázisára, de az se. Hoppá, itt lesz valami, gyerekek, itt valami nagy gebasz van, aha. Nem zárja össze a meghajtót, ez a kis tranzisztor, ott még valami van. Jó, visszament. Mert ennek a kollektora, az a végtranzisztorok kollektora is. Ennek az emittere, BCE, az ezeknek a bázisa, itt a bázis. És ennek a bázisa menne, ugye, vagy ide, de itt egyik sincs közvetlen kapcsolatban. Hoppá, hoppá. Jó, hát akkor bújjon még, gyerekek, mikroszkóp alatt, mert hogy SMD cucca fele. Úgyhogy még nem jó, egyértelműen valakin ott keresztbe folyik az áram. Az se lehetetlen tényleg, hogy a meghajtókon azonhoz az 50 watthoz 2 amper kell egyébként. Fú. Jó, játszunk még vele. Nyakig rajta meghajtón. Hoppá, az egy 220 ohm, és most ilyen kiló ohmok. Az ott van kirobbanva megint, mint az alien.
Hát akkor nem úsztam még meg ezt a SMD-zést. Csak kapóra jött az a sok SMD. Hát van 220 ohmom. Nem kell legalább dúrni. És cserélve. És szerintetek másik tranya. Hol a 220? Ott is egy alien. Nem baj, van még. Szebb lett, mint a másik. A felső. Itt meg az alsó, ha vagy. Itt meg az alsó, még nem is látszik, mert a fókusz nem jó. Na nézzük, hát ha megjavítottam. Két SC2073. Onnan szedtem ugye ki. Hát egy mérési anomália. Figyeljetek, ez itt a negatív. Ez egy NPN tranzisztor, tehát a bázisához képest erre meg erre kéne legyen dióda benne. Na most már érdekes, mert ha bázis kollektor 557, ez még jó lenne. Bázis emitter 484, már ez gyanús lehetne, de ez az igazi gyanús, hogy én ezt felcserem, ide rakom a bázis, mintha ez egy PNP lenne. Ide van semmink, és az emitter felé pedig van egy 508-unk, és a kollektor emitter közt is van egy 600-unk, mintha erről is lenne egy tranzisztor. Tehát ez egy érdekesen megdöglött tranzisztor, nem, nincs benne védődióda, mielőtt azt hinné bárki, hogy van benne egy védődióda, a kollektor emitter közt nincs. Gyárilag legalábbis nem kéne, hogy benne legyen. Úgyhogy ez egy ilyen érdekesen megdöglött tranzisztor, úgyhogy egy ilyet kell keresek, vagy egy hasonló paraméterűt, és már megy is bele. Úgyhogy ez a tranzisztor is megdöglött, csak nem teljesen. Lássuk a medvét. Összedugtam megint mindenkit. Ott a csere tranzisztorunk meghúzva csavarja. Go! Nem vesz semmit, de a világít egy piros led, remélem az jót jelent, bár nem nagyon szokott a piros jót jelenteni, de környékén nem látok zöldet. Red. Ott van red led. Meglátjuk, nézzük, hogy kimeneten van-e valami. Vagy bármi, áram már nincs. Legalábbis nagy áram már nem folyik, mert az izzók nem világítanak. 220 voltot megkapja. Így jó. Feszkó, testhez képest itt a testünk a zöld. Így jó. Kimenet. Nulla. Arra lehet kötni. Hangszóró, gyerekek. Táp, plusz. 21, mínusz. 19,7. Test az test. Kimenet nulla, arra rámerem kötni ezt a csipeszt. Ez a csipesz bizony a hangszóró. És nincs semmi. Na? Ha csak nincs mutézva. Nem bug. Nincs berber. Ugye nincs olyan mutej is rajta. Van itt öt csatlakozás, nem tudom mi lehet. Csak be kell rakjam a helyére, nem akarom. Mik vannak itt? 6 volt, csökken. Van egy 0,5. 0,2. Az a baj, nincs hozzá rajz. Tehát az esetünkben felejtős. Ha vannak itt ilyen 1-2 voltok, de a kimenet beállt nullára. Lehet berakom a helyére, mert az a csatlakozó az nekünk kell a gyárja bemenetre, mert csak így magában nem bereg. Vagy kell neki a táp, adjunk neki tápot. 2x30, na, 35, 40, 2x40, még mindig piros a piros, hangszóron még mindig nincs semmi, de nem beérek sajnos itt a csatlakozón, hiába tapizom, ennek még van valami, lehet, hogy van mute áramkör, de már a vége egyébként jó, 2x40 volt ott, megkapta, semmi nem folyik, jó, hát akkor off, és el is aludt a piros. Kis kapcsolatom, akkor megy a helyre és izzón keresztül beindítjuk. Amúgy ja. Itt a kis csatlakozó, oda megy le, és miket látunk ott? Hát ő azt mondja, hogy kell neki még oda valami plusz 15 volt, mínuszt nem látok, valami nem tudom mi az, meg gondolom egy termó, valami hőérzékelő ide jön ki. Oké, az övé. Hát akkor na, rá kell dugva lenni, ez van. Dugjuk össze, mind a két oldalt nézzük, mit csinál. Nos, azért előbb nagy sebességű légárammal kifújtam a ventilátorokat, mert a pityú az úgy szereti, úgyhogy már a ventik is tiszták, mehetnek a helyére a panelek. Azért ők se túl szabványosak, mert a pluszot
simán feketével viszik. Ez is vicc. Na, helyén van a két végfog, hát majd a csavarjait, amit nem adott ide a Pityú, azt majd ő becsavarja, mert itt még oldalt is fogja két csavar, lefele csak kettővel fogadtam átlósan, úgyhogy végül is nem lötyög, de benne van, úgyhogy be kell csak kapcsoljuk. Hátulja egyébként nagyon jó, bocs, hogy feje lefele van, hát van neki jobbal speakon, és még bridge-e is van, mert egy az egybe bridge-be kapcsolható, liftelhető testtel, banános, alácsavarós kimenet, XLR és jack bemenetek, és a két ventilátorunk. Nos, én a speakernel fogok kimenni, és a jackkel támadok be. Muzsika elindítva, tudom, hogy 10 szorítotok nekem, hangerők letekerve, bekapcsolgom még kikapcsolva, izzon keresztül kezdünk. Eddig jó. És behúzott egy relé. Hogy miért, azt nem tudom, hogy védelem vagy lágyindító, de nem vesz csak 40 wattot. Mit mutat? Még semmit. Ez torz. Ez jó. Nem jó még az a végfog, gyerekek. Ez jó, ez meg torz. Jó, ez egy B-osztályú torzítás, tehát ez még lehet az, hogy pici a nyugalmi áram. Nézzünk egy hangerőt. Olyasmi. Na nézzük, mit lehet rajta csavargatni. Csak kivettem, onnan kezdek felakadni rajta, vagy kiakadni inkább. Ezt a tranyút is kivettem, de tökéletes. Hát most láttam meg annak a tranzisztornak a bázis körébe. Ott egy 1 kilómos, és 200 kilómos állásban semmi. Hát az is lukas, az is kráteres, úgyhogy az se 1 kilómos. Nem baj, ezt is kicseréljük. Bár a 4 számjegyű kódolással, de ott van benne a szép új 1 kilómos. Nézzük, ha hátamos sem megy. Bekapcsolt. Világít a piros. És bizony. A lyukas ellenállás nem jó ellenállás. Működik. Megint ezt a falból. Ugyanazt a 40 volt ampert kb. Na, rakom a helyre. Na, nézzük. És be is húzott. Jó, ez a következőt átléptetjük. Ilyen retro magyar van, gyerekek. Néz a szememben, nem sok, amit kérek, csak egyetlen pillantás, nem is kell soha más. Eleget hülyéskedtem vele. Még mindig működik, most neki kapcsolom, ne zúgjon itt nekem. És azt is lejjebb halkítom. Jó, lesz nekünk itt halkabban is. És a trafót nem mutattam még. Hol is van a matricácskája? Itt van. Arrébb húzzuk. És akkor ez van rajta. XGA 4000-esnek a trafó, és valami 500. Szerintem az 500 voltamper lesz. Na most ott van a távfeszültségünk 2x43, meg 2x10. 8, úgyhogy nem ír semmit, csak hogy Hauhong Electronics COLTD gyártotta, nem most, hanem is a régi, a 2015-ös, gondolom, hogy az a 2015. Jó, úgyhogy ennyi van a trafón, szerintem akkor ez egy olyan 500 voltamperes körül lehet, egyébként méretre kb. Az. Na most az a 2x200 watthoz éppen-éppen elégnek kéne, hogy legyen. Na most azt fogjuk csinálni, hogy ugye a masinámból 2 amperes kismegszakítón keresztül ugye egy olyan, hát 235 volt van most. Hát a 2 amper az ugye az 470 watt,
Csúcs, hát jó, majd leveri, ha akarja, tehát át fogom kapcsolni majd fix hálózatba, de most rá fogok ugye a kimenetére menni, a szkóppal eleve bemegyek, mint hanggenerátor, ott már kettéosztottam RCA-val, jövünk majd le Jack-kel, és akkor hozom ide a műterhet, és berakjuk az Energy Logger-t, nézzük majd, hogy mit vesz a falból, csak előbb összedugom, és onnantól majd nem zenével fogok hülyéskedni. Színusz, 1 kHz 4 volt, jön onnan, ezt kikapcsoljuk, és ha mindent jól kötöttem össze, bekötöttem erre a 4 ohmosra, meg arra a 4 ohmosra, gondolom 4 ohmot rá lehet kötni, nem néztem meg, hogy mit ír. Mit ír? Bridge. Hogy csak 8 ohmon? Nem tudom, hogy csak bírja a 4-et. 60 voltról már. Izzasszuk meg. Vagy 8 ohm legyen belőle? Először? Jó kérdés. Átkötöm előbb 8 ohmra. Ne nyírjuk kikapásból. Átkötöttem, alul összekötve, így most függőlegesen, így 4 ohm, így 4 ohm, így 4 ohm, így 4 ohm, tehát így 8 ohm, így alakban megint csak 8 ohm. Testeket ide kapta, a kimeneti testeket is itt a pozitív kimenet, és az egyiknek rámentem a kimenetére. A szkóppal, ami reméljük, hogy nem fog összeérni, akkor kezdtem előről az egészet, és most nincs szor 10-be majd, hanem szor 1-be nézzük, tehát ott a szkópon jól fog mérni, most épp 10 voltos mérés határ lesz. Fú, várjál, már akkor ki fog menni a képből. Ott már 30, hát 60 voltról megy, plusz-minusz. Már azt én nem is mértem meg, hogy pontosan mennyiről megy. Akkor nem jó, akkor csak szor 10-be leszünk. Visszakapcsolom szor 10-be, és akkor itt minden a 10-szerese lesz, amit ő mér. Úgyhogy el is kezdhetjük szépen lassan. Na most, még most nem hálózatból, hanem simán leválasztóból fog menni, meg kíváncsi vagyok, hogy mit vesz. És most szépen be fogom kapcsolni. Letekert hangerőkkel. Vigy klatty. 225 volt jön csak sajnos. 22 wattot és 27 voltampert, akkor ugye jól mutatja egyébként. Nagyon jó, 22 watt a nyugalmi. Hát az az, hogy most a ventilátorostól, trafostól, nyugalmi áramostól a teljes mély felvétele, és hogyha szépen lassan adom rá a kakajót, ott el kell kezdje venni az áramot, ha működik a terhelésem. Egyik oldal, aha, nagyon jó, másik oldal, aha, és még a jelünk is mindjárt meg fog jelenni, remélem. Bocs, hogyha elszédültetek, ez a jobb oldal lesz, nem ez lesz, a bal lesz, aha, ahol a jelem? Ott a jelem, de még nagyon pici. Addig csak visszaváltok szor egybe. Színuszom. Aha. Tehát most valósat mutat, mert hogy visszakapcsoltam szor egybe. Most van a kimenetünkön. 1,8 volt. Ez az RMS-t méri, úgyhogy jók vagyunk. Aha, de esik a táp. Hú, nem bírja a cuccom, de én bekapcsolom fixre, hogy menjen hálózatból. Aztán hagyd fogyasszon. Nézzük. 232. Jó. 25. Hát jó, most... Le van véve? Most le van véve, hoppá. Tehát, hogyha kap rendesen, akkor 25 watt és 100 voltamper. Hát igen. Most nem látjuk majd, de ezen lehet követni. Hát most kap rendesen hálózatot, hát na, ennyi. Kimenetem még semmi. Majd most nyugodtan tekerhetem neki. És 8 ohmmal terheljük éppen. Na jó, itt most szerintem ezt fixre fogom rakni a kamerát, és nézzük közben, hogy mit mér. Tehát most szor egybe van, tehát hamar el fogjuk érni a tetejét. Most elkezdem csavarni neki. Nem azt. Ezt, nagyon jó. Amúgy szép színusz, nagyon. 16 volt, 17 volt, 18, 19, hát ki fog menni a képből, 20, 21. Elfogytam. A 4 volttal elfogytunk, 22 volt RMS-nél. Na most 22 volt RMS 8 ohmon. Nézzük, hol tartunk, 22, szorozza a 22, egyenlő, osztva 8 ohmmal,
az eddig 60 watt. 60 watt már kijött belőle. Most átkapcsolom mindenképpen szor 10-be, és felmegyünk a bemenő jellel. Hát a 4 voltból csinálunk többet. Méghozzá szerintem mennyit tud egyáltalán ez? Legyen 7 volt. Ha kell neki kajás, ezt csak keverőről lehet kihajtani egyértelműen. 6 voltot kap, jó? 6 voltot kap, és mondom, szór 10-be van. Na nézzük, mit csinál. Még mindig szép a jel. Már 18 voltnál vagyok egyébként, mert 1,8-at mutat, ha ezt átkapcsolnám. Szor 1-be, akkor látjátok, hogy itt van a jelünk. De ezt ki fogja akasztani, és mondom, megyünk ki a képből. Szóval átrakom szépen szór 10-be, akkor is látszik. És 1,6, de viszont itt lemehetek 2 voltosba, akkor jobban látjuk, mert attól még az a feszültség a 10-szerese. Most van 16 volton kb. Nézzük, meddig tudom fölcsavarni. Már 32 volt. Megint elfogytunk, gyerekek, csomagáz. Van ebben limiter, vagy mi van? 32 volt, 31. 32 volt RMS. A 32 volt RMS, meg már 32x32. Egyenlő osztva 8 ohmmal, már 128 watt. Hát nem igaz, hogy kell neki még a delej. Na akkor adjunk neki még, szerintem 8 voltig. 7. Ja, nem tud többet az a... nem tud többet a generátor. Ez baj. Na mindegy. Nézzük, mit csinál 7 volt. Ki lehet-e hajtani 7 volttal? Na. Csom, nézzük, mit tud, 30, 35, 36, nem tudom kihajtani, gyerekek. Nem tudom kihajtani, de ott már vágja az alját. Nézzétek, vágja az alját. Ha feljebb megyünk, lehet látni majd. Ott vágja az alját, kész, teteje begörbült. Nagyon jó. Tehát 8 ohmon, ami kijön belőle, és vágja az alját, tetejét, mindjárt visszaveszem. Itt már vágja, itt még nem vágja, 33 volt. Hát ez annyira nem sok. 33 szorozva 33, egyenlő, osztva 8-al. 136 watt. Fúha, 8 ohmon. Jók vagyunk. Hát figyeltek, 34 volt effektív, az most 34 éppen. 34 volt effektív, az 34x1,41. Az 47-48 volt. Tehát, hogyha a táp most teszem, azt 50 voltig esett, akkor nem csoda, de mindjárt megnézzük, hogy mennyire esik ilyenkor. Amúgy már klippel is, tehát mindjárt meg is mutatom nektek. Tök egyértelmű innentől kezdve, hogy 34 volt a csuma, ami kijön belőle. Tehát itt, amikor odáig föl van tekerve, hogy vág, hát ez már sokkal hamarabb azt mondja, hogy klipp. Nézzétek, ott már azt mondja, hogy klipp. Itt ő szerintem már klippel. Meg itt még nem klippel, hanem bőven. Még lehet csavarni rajta. Itt már klippel. Itt még nem klippel, gyönyörű a színusz. És ő már azt mondja, hogy klipp van. De protect nincs, ez jó. Melegszik. De hogy melegszik, hát úgy fújja, mint az állat. Ja, és persze keresztben van ez a javított oldal ráadásul. Tök jó. Tök jó sikerült a javított oldal. Langyi egyébként. Langyi a fenét, hát ilyen kézmeleg, azt mondom nektek, pedig csuma, gáz, 8 ohmon persze, és 136 watt, ha jól számoltam, 34 volt. Tehát ilyenkor, hogyha a táp leesik, most nézzük meg, hogy mennyire esik a táp ilyenkor. Ja, és csak egy csatorna, tehát nem is azt, hogy mind a kettőt egyszerre tolom, és teszem, azt esik az egész tápfesz. Most a tápfeszünk, mindjárt megnézem, hogy mennyi az annyi. Valóban be kéne szúrjam ezt a minuszt, ahol még ott is marad, hogy nézzünk erre pluszot például. Tűha, ez a váltó. Honnan jön itt a delej? Na, itt egy. Ez nem az. Ott a mínusz 59 volt, ebből kiindulhatunk. Tehát tényleg 260 voltról megy, látszik onnan a műszer. Talán látszik is. Mínusz 59 volt, és amikor oda tekerem neki, ott lehet látni a jelet. Oda tekerem neki csumára, és itt már klippel, de a 34 voltig feltekertem, 53-ig esik a táp. Felvett teljesítményünk, mindjárt mondom, 232 watt, 342 voltamper. Tehát 232 wattból lesz 136,
De alapba is vett, mennyit is? Ugye mondom, tehát alapba vesz 25-öt most. Tehát a wattot nézem, nem a voltampert. 25 wattot vesz, és amikor jön belőle a 136 watt, 8 ohmon még mindig, itt a 34 voltnál, most, hát 33 az. Tehát a 136 wattnál annyi volt még mindig? Várjál. 33x33, egyenlő osztva 8 ohmmal, 136, így van, 136 watt lesz úgy, hogy a nyugalmit az 24-et vehetjük, 242-t vesz föl. Na most, ha bele is számolom a nyugalmit, mert az is veszteség, akkor is, akkor 136 osztva 242-vel, hát 56%-os hatásfok. Ha nem veszem bele a 24 wattnyi nyugalmit, akkor 200, mennyi volt? Pillanat. Tehát ha csak a végfok hatásfokát nézzünk, akkor nyugalmit ki kell venni belőle. 3,3, ez a trafó igazából, meg a ventilátorok. Most ezt mondtam, hogy 243. 243 mínusz 24. Az 219, 220 legyen. 136 osztva 220-szal. 62 százalékos hatásfokú ez a végfok, AB vagy B osztályú végfok. Lehet látni, hogy leesik a tápfesz 53 voltig, és kijön belőle így is, hogy mondtam, mennyi a 34x1,41, 48 volt. Tehát 48 volt kijön belőle úgy, hogy 53-ig esik a táp. Tehát tényleg 5 volt marad bent az erősítőben. Tehát mondtam is, mivel csupa emitter követő, az mind-mind-mind nem tud jobban kinyitni, és a sok-sok emitter bázis feszültség az összeadódik, és még hogyha a meghajtás legeleje ki is tud majdnem tápig nyitni, ezeken mind-mind-mind veszteség lesz, egy-egy voltokat veszítünk rajta, és így fog az megtörténni, hogy nem tudjuk teljesen tápig kinyitni, kivezérelni a végtranzisztorokat, és bennmarad 5 volt, ezeket az 5 voltokat szoktam mindig levenni, de azt is hozzá kell venni, hogy igen, 58 vagy 59, most teljesen nullán van a hangerő, 59,9, tehát 60 voltból eleve leesik a táp. Egy végfok csomagáznál 53-54 voltig, tehát már 7 voltot veszítettünk a táp esésén, és nem esik a táp feszem ott, mert most hálóból megyünk, már veszítettünk 7 voltot, plusz még bennmaradt így is, hát még vagy 4-5 volt az erősítőbe, tehát egy 10-et is akár le lehet venni a távfeszültség üres járatiból, mert igazából ez az üres járati távfeszültség, ez a 60 volt. Na most abból le lehet venni minimum 10 voltot, az nem fog kijönni az erősítőből, és a maradék kijön, és azzal kell garázdálkodjunk. Na most mindjárt kipróbálom még, ú, de jó meleg lett. Most nézzük meg, hogy a táp mennyire esik le, ha hozzátekerem a másik oldalt. Tehát most alapvetően ezt felcsavarom szépen, addig a 33 volt, így csomagáz, remélem látszik azért a képben, benne van, nagyon jó. Szóval a tápunk már 53 voltig esett, és a másikat is hozzá csavarom, klipig, már kezdi, nagyon jó. Ez esik vajon? Szerintem esik. Most van klippel, szerintem esett ez is, 50 voltig esett a tápunk. 50 voltig leesett a tápunk, hát nem semmi, és a kimenő jelem emide viszont nem nagyon csökkent. 32-re esett vissza 33-ról. Vajon feljebb lehet menni? Nem lehet feljebb menni, mert elfogyott a távfesz, látjátok? 32 a csuma, ennyit változott, hogyha a másik oldal is megy, és 50-ig esett a táp. És ugyanúgy kijön belőle az a 48 volt, teszem azt. Nagyon jó, lecsavarom, és semmi, megy vissza 53-ig. Tehát még pluszban a másik oldal ennyit terhel belőle, hogy 50-ig lenyomja 53-ról. Na most nézzük meg, hogy mit tud teljesíteni, mert 4 ohmon. Most ezt így fogom, kikapcsolom, és átkötöm 4 ohmba. Most már 4 ohm, ez is. Az ugyanaz persze az alsó, azért oda megy a scope, és akkor nézzük mindjárt, hogy milyen belőle. Kapcsoljuk be, le van tekerve, és ki lehet hajtani 7 volttal. És most vesz nekünk alapba 26 wattot, 116 voltam. Jóhat jó. Nagyon jó. Na, oké. És nincs még a kimeneten semmi. És elkezdem neki mindjárt tolni. Előbb csak az egyik oldallal. Nézzük. Elkezdem tolni neki.
4 ohm. Hát... Na, 34 megvan. Hoppá, az levágta. De már klippelést is mutat. Már innen klippet mutat, én még nem látom, hogy klippelne. De 27, én azt mondom, hogy még ezt idáig ki lehet tolni éppen. Tehát egy 28, 30, ez a 30, nézzük csak. Szerintem még jó a színusz. Én nem látom klippelősnek, 3 volt, tehát az 30 volt. És ha másik oldalt is hozzácsavarom, már a... És esik is beljebb, aha. Esik is beljebb, mert nem bírja. Hú, de behullámzott, ez már brum, gyerekek. Ez már brum. Másik oldalt hozzátekertem. És már töri is be a tetejét. Na, ha másik oldal is szól, akkor visszább kell vegyem, itt még nem torz. Ez annyit jelent, hogy mennyi is? 25 volt. 25 voltig lehet fölcsavarni, ha mind a két oldal megy. Nagyon leesett a tápfesz, mindjárt azért rámérünk a tápfeszre. Tehát 25 voltig esik. Csak hogy egy kicsi gasztró élmény is legyen, ha a szaga van a bordának, amikor is sütöm. Akkor csavarjuk oda megint. És nézzük, a tápfesz pont jól látszik, 59,8. Oda csavarok neki. Csumára. Jó, 29, 30 voltig föltekertem, 50 volton van a táp. Tehát ha monóba hajtjuk, akkor kijön belőle egy oldalból 30 volt, effektív, jegyezzétek meg. Ha másikat is hozzácsavarom, már esik a táp, ott van 48 volt, 47, és be is tört a tetejét, vissza kell vegyem. Még fölcsavarom, hogy egyformán álljon a kettő. Nagyon jó. Na most ilyenkor... Mint mondtam, olyan 26-25 voltig lehet föltekerni, és már 47. 47 volt csak a távfeszültség, úgyhogy nem is lehetne több belőle. Itt lehet látni, hogyha pufferelnénk is jobban, amúgy nincs sok puffer benne, tehát tényleg két kis kondenzátorocska van benne, akkor talán jobban tartaná a csúcsértéket, mert hát az effektív feszültségünk a trafóból is 43 volt, úgyhogy a 47 egyen ahhoz képest nem olyan rossz. És számoljuk csak ki, hogy akkor a 25 volt jött belőle, ha mind a két csatorna egyszerre, 4 ohmmal, színusszal, telibe terhelve, 25x25, egyenlő osztva 4 ohmmal, hát 156 watt. Ezt akárhova csavargatjuk, ezt az erősítőt, színuszból nem tud csak 156 wattot. 4 ohmon és 136 wattot 8 ohmon. Ja, és a hatásfokát nem néztem meg. Ugye most mind a kettőt oda fogom tekerni. 156x2 egyértelmű az 300, majdnem 310 watt. Tehát most felcsavarom mind a kettőt nektek odáig, hogy ez még ne torzítson. Meg ezt is hozzá csavarom terheikbe rendesen a tápot. 47 voltig esett, kijön belőle a 27 volt. Ugyanúgy állnak a potik. Tehát 47-ig terheltük, most jön ki belőle a 300-ban durván, és felvesz, atya úr isten, 624 wattot, drága lesz ez a pityunak, 785 voltamper, 625 watt. 625 watt. A 300-é. Hát na, 310, osztva 625-tel, hatásfokunk 0,49. Tehát egy teljes erősítőre nézve, le is veszem, teljes erősítőre nézve 50%-os hatásfokú egy ilyen analóg Gábi osztályú erősítő. A bordák egyébként langyik, tehát abszolút hát nem meleg, tehát inkább hideg, és egyből visszahűti, most egyből nem terhelem, már hűl is. Tehát ez a dupla ventilátoros átszerűztetés, hogy innen fújja, oda meg kiszívja, hát az nem semmi. Hogy a kondenzátorai, mindjárt megmutatom mekkorák, nem túl nagyok, mint mondtam, ha egyértelműen egy erősebb tápegységünk van, nagyobb kondenzátorokkal, akkor talán azt elérjük, hogy nem esik be ennyire a tápfeszültség, és néhány volttal, nem több, nem sokkal, néhány volttal több jöhet ki belőle véghangerőn, de ez megint csak az van, hogy színusszal hajtottam, és forró a bordám, hát most 300 volttal pirítottam, tehát színusszal hajtottam, és színusszal alapvetően nem sokszor hajtunk erősítőt, kivéve, hogyha ilyen hangszeres erősítésről van szó, ahol olyan hangszerek vannak, aminek színuszos a hangja, és azokkal talán színuszosan hajtunk egy erősítőt, de amúgy zenei teljesménnyel kell
számolni, tehát ütemszerűen, amit persze nem nagyon szolgál ki ez a kondenzátor pak itt benne, amit mindjárt megmutatok. Ezek a kondik vannak benne, hát 6800 mikro 80 volt, az nem olyan sok. Tehát itt jó, nagy tuning nem lenne, hogyha 10000-re cserélnénk, meg nem is tudom mennyire férne, éppen odaférne. Tehát még egy 10000 mikróra csere sem lenne olyan nagyon nagy tuning két oldalnak, mert itt szerintem oldalanként kéne, vagy 10000 mikró, hogy ebből valami legyen is, de hát a trafót nem mértem, hogy mennyire esik a váltója, annyira nem is vagyok rá kíváncsi. Lényeg az, hogy egyértelműen 50%-os hatásfokú az egész, és ebből az erősítőből akár ráírta a marketinges, hogy 4000 watt, akár nem, ebből összesen 300-310 watt jön ki, 4 ohmon színusszal hajtva és ellenállással terhelve. Úgyhogy ebből több nem fog, de bírja a 4 ohmot, és nem melegedett. Úgyhogy ennyi a konklúzió a Gemininek a XG a 4000-ről, meg a 4000 wattos marketing fogásról, hogy ez bizony 2x150 wattos erősítő, akármilyen szép nagynak néz ki. Most zenével hajtva rákötöttem a EO 213-at, szor 10-ben van a műszerzsinór, és itt 2 volt per osztás, tehát itt egy osztás, 20 volt, innentől kezdve, ha kiugrik a tetejéig, az 60 volt csúcs, mivel 2x60 voltról megyünk, így nézzétek, mit csinál. Na ez a csuma még zeneiben is, hogy nem megy ki persze 60-ig, hanem teszem azt csak olyan 57-ig. Hát meg lehet nézni, ott van fenn az osztás egyébként. Lehet látni, ott tehát 4 voltonként van az osztás, mert hogy 5x4 az 20, és 20 volt egy kocka, mint mondtam. Pont a szakadott vonalnál klippel, tehát az igazából 10 voltak, 50 volt jön ki csak így is. Tehát 50 volt csúcs jön ki, így is, ha zenével hajtjuk, tök jól meg lehet nézni szkópon ez. Nagyon kiváló. Na szóval, 50 osztva 1,41-el egyenlő, hát 34,7, majdnem ugyanannyi, mint amennyi színuszban. Ez tök jó. Szorozva, önmagával igen, osztva, most 8 ohmos hangfalak vannak rajta. 150 watt kereken. Jó, ez bizony 150 wattot tud. Még csúcsba zeneileg is 8 ohmon például. 4 ohmon természetesen nem sokkal többet, mert ott meg leterheli. De ott is 150 watt volt színuszosan. Na most 8 ohmon 136 volt színuszosan, 150 zeneibe, 4 ohmon, hát most nem akarok 4 ohmot rákötni, de valószínűleg talán a... Hát ezt a feszültséget nem is engedi ki, de lehet, hogy egy 200 watt kijön, mert 150 volt színuszosan. 200 watt lehet, hogy zeneibe még éppen kicsorog belőle, mondom, az a két kis kondi nem sokat segít rajta. Úgyhogy, hát vigyük ám, mennyire számítsál, ez egy zeneibe 2x200 színuszosan, 2x150 wattos per 4 ohmos erősítő a 4000-es helyett, de most már legalább... Jaj. Hoppá. Erre éppen nem vágok, de az összes végtranzisztorom. Hát ott a szét is pukkant, mint zárlatban van a jobb oldali 2 bázis konnektor, zárlatba ment, és sajnos. Hát de most nem tudom, hogy kit kell cserélni. Az 1 kilóm kipukkant, a 100 ohmom kipukkant, és a 220 ohmom itt alul az is kipukkant. A többi szerencsére túlélte, nagy ellenállásom túlélte, és más tranzisztor zárlatot nem találtam. Hogy mitől, azt nem tudom. Hát, hogy ezek a Toshibák mennyire valóban Toshibák, a fene se tudja. Épp ez a vicces, hogy hideg borda volt. Tehát még csak nem is az, hogy hú, de túl volt melegedve. És épp egy kis hangerőnél pukkant el, úgyhogy nem baj, most végcserélem újra. Aztán majd óvatosabban teszem azt leválasztóból. Kenem neki, és akkor onnan nem tud a nyáramot se venni, hogy lecsapja. Mintha a 2 amperes hálózatit használtam volna. Megkaptam maga szép új 1 kilóját, 100 ohmját.
220 ohmját. Mindent újra ellenőriztem, nem találok most se hibát, és persze megkapja a négy új tranzisztorát a döglöttek helyett. Most megint négy, egy garnitúra megint belemegy, és mostanáig azon gondolkozom, hogy ha végig a kínzás alatt sem baj nem volt. Ugye teljes terhelésen, színusszal hajtva, csomagázon, 10 perceken keresztül hűítettem, nem melegedett, és akkor egy kis hangerőadás a semmiből, és elcsattan. Még meg fogom nézni még egyszer az összes forrasztását az SMD cuccoknak, nem-e valamelyik ilyen hőre elenged, és akkor attól van a baj, mert azért az is lehet probléma. Hát azért az egészet nem akartam átforrasztani. Tehát a fene tudja, mi lesz a vége. Most összerakom az biztos az új tranzisztorokkal, és mindjárt megszólaltatom újra. Még a 2SC5551-et is cserélnem kellett, legalábbis a cserealkatrészt, amit raktam helyette, én egy 45 voltos tranzisztort raktam, fél amperest, ez az 5551 pedig elvileg 300 mA tud, és 40 volt, csak úgyhogy még jobbat is raktam, és mégis megdöglött, ugye bázis emitter irányba. Hát jó nagy áram folytott hirtelen. Nos, amit találtam, diódát, RNA-t, mindent átforrasztottam, úgyhogy jönnek a végtranzisztorok, és reméljük, hogy megszólal újra. Hát garantálni senki nem tudja, hogy ezek a tranzisztorok tényleg Toshiba gyártmányúak, vagy csak rájuk van írva. Amúgy szépek, de ki tudja, mennyire Toshiba. Szokásos. Csak ez van bekötve, másikat lehúztam. Ott laug a rótja, világít. És nagyon vigyázok rá, mert nincs több ilyen tranzisztorom, azaz, hogy van még talán egy pár, de négy, nincs. Gyorsan le is kapcsolom, aztán berakom a helyre. Na, egy utolsó teszt. Hát, most nem pukkan el? Ugye szép egyszerre behúztak. Kiáldugom még a nagy leválasztóban, mert most a kicsibe van. Ez még nem is hangerő ráadásul. De hát, mint láthatátok, ez 600 wattot képes felvenni. Már csak azon gondolkozom, hogy ugye egy darab eredeti tranzisztor benne maradt, és én amellé raktam a hármat, de ilyet nem szokott okozni, hogyha még ha fele más, akkor se. De most egy garnitúrából van benne a négy, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy kibírja. Meg kibírja azt is, hogy a Dani Pityó odaver neki. Jelentem, még bírja. Továbbra sem melegszik, hát ilyen cuggal azért nem nagyon lehet ott hőt sugározni, mert egyből kifújja hátra. Tehát ez a megoldás, hogy innen fúj, onnan szív, ez nagyon jó. Tehát biztos, hogy kiviszi a összes hőt a dobozból. Most a teteje sincs rajta, mert az a pityunál maradt. Azt kell, hogy mondjam, igazából az a fő baj, hogy nincs lebiztosítva senki. Tehát egy szál biztos van a 230-on befele, nem úgy, mint nálunk, ugye régen, amikor építettük az erőstőket, kimeneti biszti, plusz táp biszti, minden csatornának. Hát itt spórolás van, kérem szépen, megdöglik, dögöljön meg. Nem baj. Most ez itt működik, úgyhogy így kapja meg Dani Pityó, hogy itt még működött. Úgyhogy ez a videó egy ilyen javítós és bemérős videó lett volna, remélem tetszett nektek. Megláthattuk ugye a konklúzió végül is csak annyi, hogy 50%-os hatásfok körül van egy ilyen méretű erősítőnek a teljes
hatásfoka, és hogy ekkora távfeszültséggel, ekkora trafóval, ennyi végtranzisztorral ilyen teljesítményt lehet elérni, és hogy semmi értelme nincs túlterhelni. Mint láthatátok, nem tudott többet nagyon 4 ohmon, mint 8 ohmon, az a 20 watt az semmi, az arányaiban is semmi. És nincs értelme csak ezért főzni a tranzisztorokat, meg a trafót, mert látszott ugye, hogy jobban le lett terhelve a trafó, jobban leesik a feszültsége, nagyobb áramok jönnek belőle, jobban melegíti a trafót is. Tehát nincs értelme, ha ugyanazt a teljesményt tudja, teszem azt majdnem 8 ohmon, csak ezért 4 vagy akár 2 ohmra leterhelni, ez bírom, amikor valaki a bírja 2 ohmot, hogy meleg egy kicsit, olyan vacak hatásfoka lesz, hogy nincs értelme, nem lesz nagyobb teljesítmény kint, csak jobban meleszik az egész eszköz, és rosszabb lesz a hatásfoka. Úgyhogy nagyon szép kis bizonyíték volt ez azért ahhoz, hogy egy ekkora masinába mit fér bele, úgyhogy hát az ilyen skytech-eket nem lehet annyira színi, az se lesz több szerintem ilyen 50-100 wattnál, de ez a Gemini most ezzel a 4000-rel még a 400-at se ért el. Jó zeneiben mondom, lehet 4 ohmon csúcsokban. Ha az az 50 volt megmarad, akkor kijöhet a 200 watt, de alapvetően 8 ohmmal érdemes őket terhelni, és nem érdemes 4 ohmot rákötni, mert semmivel se lesz jobb. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ismét, ha jövök még mással is. Sziasztok!